A mai videóban a dolly zoomot fogom bemutatni, hogy mi kell hozzá. Egy mini 2 és a távirányítója. Hogy mi is az a dolly zoom? Nézzétek meg! Némi gyakorlással ti is tudtok hasonló effekteket belefinni felvételetekbe. Amire oda kell figyelni, a távirányítónak ez a kis gombja. Ezzel a kis állított átcsával ugye tudjuk bólintani a kameránkat fel és le irányba. Ha viszont nyomva tartjuk őt, és úgy forgatjuk a tárcsát, akkor a zoom tartományt tudjuk beállítani, ami ha Full HD-s felbontásra állítjuk a gépünket, akkor 4-szeresig növelhető. Most pedig nézzük meg gyakorlatba, hogy tudjuk alkalmazni ezt a funkciót. A központunk legyen ez a csodálatos kopasz bokor. Ha a tárcsát forgatjuk, akkor le és felbólintjuk a kamerát. Ha lenyomjuk az említett és mutatott FN gombot, és aközben forgatjuk a tárcsát, akkor zoomolni tudunk, ugye Full HD-ba maximum 4-szeresig. Ez ugye digitális zoom. A dolly zoom effektet úgy készítjük el, hogy megállunk a videózni kívánt tárgy előtt, lenyomjuk ugye az FN gombot, és fokozatosan növeljük a zoom tartományt, de úgy, hogy közben ugyanolyan sebességgel próbáljunk meg hátrálni, tehát távolodni a tárgy központjától. A művelet megkezdése előtt nem árt felmérnünk a terepet. Méghozzá azt, hogy milyen terepakadályok lehetnek a drón mögött az adott magasságban, nehogy belefussunk esetleg egy faágba, egy falba, vagy bármilyen tereptárgyba. Természetesen fordítva is meg tudjuk csinálni. Ilyenkor messzebb repülünk, távolabbra, kitekerjük az FN gomb és a tárcsa segítségével a zoomunkat a maximális értékre, majd lassan megyünk előre, tehát közeledünk a tárgy felé, közben ugye a tárcsa forgatásával csökkentjük a zoom értékünket arányosan úgy, ahogy közeledünk az objektum vagy a tárgy felé. Ezzel is hasonlóképpen nagyon-nagyon jó effektet tudunk létrehozni. Tökéletes effekt létrehozása sok gyakorlatot igényel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, jó gyakorlást, sziasztok!